Jó reggelt kívánok! Önök az ATV rövid reggeli hír összefoglalóját látják 7:30-kor. Üdvözlöm Önöket! Ismét több ezres demonstráció volt tegnap este a Kossuth téren. A szónokok arról beszéltek, hogy a parlament már a Bábszínházzal irányult, a kormány pedig azt várja, hogy a hideg idővel a tüntetők abba hagyják a demonstrációt. Somló Eszter, a tüntetés egyik szervezője azt mondta, más erőszakmentes módszerek is vannak a véleményük kinyilvánítására, például a sztrájk vagy az aláírásgyűjtés népszavazáshoz. A több ezer tüntető a Kossuth térről a Lánchídon át a várva Sándor palotához vonult, itt hallgatták meg az újabb beszédeket. A szónokok azt követelték, hogy legyen vége a korrupciónak és a köztársaságot, valamint a demokráciát éltették. Vágó Gábor, az LMP volt politikusa, azzal kezdte, ez a hatalmi elit megszállta az országot. A szónokverseny győztese Farkas Ottó szerint az elszegényedés nem véletlen, módszeres kizsákmányolás folyik. Pau Tamás, egykori tűzoltó pedig arról beszélt, hogy neki nincs ingatlanja a Pasaparkban, pontosan tudja, hogy a lakása hány négyzetméter, nem jár Dubajban és nem is vadászik. Pau Tamás azt mondta, olyan országban szeretne élni, ahol nem adnak elsőbséget a politikusoknak és a jog biztosítja a szabadságot. A tüntetés este 8:30 körül ért véget. Feloldaná az olajügyek aktáinak 2085-ig tartó titkosítását Karancsi Tibor, az egykori olajbizottság szakértője. Karancsi a tegnap esti tüntetésen azt is elmondta, a titkosítás megszűnése után nem fogják érdekelni az embereket az olajügyek. Mint mondta, ez volt az a több milliárdos csalás Magyarországon, amire nem sikerült fényt deríteni. Karancsi arra is választ várt, hogy miért nem jutott eszébe egy belügyminiszternek sem, hogy titokgazdaként feloldja a titkosságot. Kérjük meg a belügyminiszter urat, hogy oldja fel a titkosítást, és nyíljanak meg végre az olajakták. Derüljön ki végre az igazság, mert úgy érezzük, azt látjuk, hogy az akkor indult gyomosodás lassan minden talpalatnyi földet elborít. Kérjük meg rá? Akarjátok? Derüljön ki végre az igazság? Akkor útjára fogunk indítani egy petíciót, és azt kérjük, hogy támogassátok a célt az aláírásotokkal. Az amerikai ügyvivő nem azért vett részt egy korábbi tüntetésen, mert feltétlenül támogatja a demonstrációt, hanem azért, mert kíváncsi, hogy mi folyik a magyar társadalom mélyén. Erről beszélt André Gutfreund a Dialóg Intézetben. Úgy fogalmazott, ha a nagykövetségen kuksolnánk, azért bírálnának, hogy miért nem követjük azt, ami valójában folyik. Az új amerikai nagykövet Colin Bradley Bell érkezéséről pedig kijelentette, alig várja, hogy megérkezzen. Szeretne olyan emberrel dolgozni, akinek olyan kommunikációs háttere van, mint Bellnek. Gutfreund szerint a diplomácia alapja a kommunikáció. A kormány is támogatja a vasárnapi zárvatartást, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály volt egyébként az, aki egy korábbi interjúban elutasította a boltok vasárnapi zárvatartását. Közben Lázár János törvénymódosító javaslatot nyújtott be arról, hogy a nemzeti dohányboltoknak is zárva kellene lenniük vasárnap. A miniszter ezt az ötletét azzal indokolta, hogy így kevesebb munkavállalónak kellene dolgoznia. Az ünnepek közelettével egyre többen indulnak útra vonattal. A vasúti közlekedés híreit hallják most a MÁV ügyeletesétől. Az ország vasútvonalain nincsenek fennakadások a vonatok közlekedésében. Nagyobb belföldi késésről nem kaptunk jelentést, azonban pár perces késések előfordulhatnak. A határállomások tájékoztatása szerint csak az Isztérióron átérkezett 50 perc késéssel a határa. A belföldi rész pontosan közlekedik. A már számos vonalán végeznek karbantartási és pályafelújítási munkát. Néhány vonalon vonatpótló autóbuszra is át kell szállni az utasoknak. Elutazás előtt célszerű előre tájékozódni. Köszönöm, hogy figyeltek rám, kellemes utazást kívánok a Vasút Társaság vonatain. Ma még felhős, ugyanakkor száraz idő várható, a hétvégén viszont elered az eső, de vasárnapra a hó is megjöhet. A csúszós utakon ezért érdemes lesz majd óvatosan vezetni. Most nézzük, mi vár a fővárosban autózókra. Üdvözlöm a TV minden kedves nézőjét! Munkatársaim a város egész területéről közepes forgalmat jelentettek. A Hungária körút kerepesi csomópontban még mindig megy a felújítás, a futborkolatot újítják fel, emiatt útszűkületre kell számítani. Az Árpád-fejedelem útján a Margit híd felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a másik oldalra terelik át, irányonként két sáv járható. Margit híd felé a buszsáv mellett csak egy sávban lehet haladni.
Az Üstökös utcában a munkaterület megkerülésével csak egy sávban lehet az Árpád-szédelem útjára kanyarodni, illetve lehajtani az alsó rakpartra. Az 5-ös út újra végigjárható, átadták a Mátyás Király utat és a Hollós utat is, valamint a Nagykovácsi utat. Viszont a Fogolytere Miklós út még járhatatlan a Magas út és az 5-ös út között. A Budakeszi úton is megindult a forgalom, viszont a Szépföldi út felső szakaszán még korlátozásokra kell számítani. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes napot és balesetmentes közlekedést kívánok. Viszontlátásra! Ahogy ezt a híradóban is láthatták, hallhatták, több ezeres tüntetés volt tegnap este Budapesten. Az esemény egyik szónoka is itt lesz az azonnal folytatódó startban. A részleteket most elmondja önöknek Róna Jelben. Somló Eszter a tegnapi tüntetés egyik szervezője jön hozzánk, így van. Jó reggelt kívánok a kedves nézőknek újra. Előtte beszélgetünk majd arról, hogy a 9 milliárd forint, ami a hajléktalan ellátásra jut, az vajon mire elég? Győri Pétert várom, szociálpolitikust, önök jól ismerik, és a hajléktalan kérdés ismerőjét, a hajléktalanok segítőjét. És még előtte beszélünk Gulyás Józseffel, aki ma ugye az Együtt politikusa, de korábban volt parlamenti képviselőként a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is tagja. Arról, hogy ez a Portik ügy, ami most már Rogán Antalra is, mintha sárfoltokat fröccsentene, ez voltak éppen most ebben az összefüggésben, ahogy ez elénk kerül, igazából miről szól. Hát, ha ő átlátja. Mindenesetre egy jegyzetet szentelt neki, tehát talán pár információval gazdagabbak leszünk mi is. Köszönöm szépen, hírekkel legközelebb, alig egy óra múlva, 8:30-kor jövök újra, addig is szép reggelt, a munkába, iskolába indulóknak jó utat, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!